A második tiszavégi napot október 17-én rendezték meg az eredetileg tervezett helyszínen, a volt vízügyi ifjúsági tábor területén. A rendezvény fővédnöke dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter volt. Szeptember 5-én a kellemetlen időjárás miatt maradt el az elsősorban a Tiszavégen élők részére megszervezett szórakoztató esemény. A házigazda ezúttal is Turc Márton, a választókerület önkormányzati képviselője volt. A második alkalommal, október 17-én a szervezők már nem bíztak semmit a véletlenre. Ha esik, ha fúj, hirdették a rendezvény plakátján, és minden előkészületet megtettek ahhoz, hogy az eső ellenére a vendégek jól érezzék magukat. A hatalmas sátrak alatt asztalok és padok várták az érkezőket. A reggel és a délelőtti órákban sajnos hűvös, esős őszi idő volt, vagyis egy olyan nap, amikor az ember a házból sem akart kimozdulni, ha csak nem nagyon muszáj. Ezért délelőtt 10 órakor még csak a szervezők és a főzésben közreműködők voltak a helyszínen, illetve néhány kíváncsiskodó, aki a szomszédból azért szaladt át, hogy megnézze, van-e már ott valaki. Ezek az érdeklődők már nem is mentek haza. A bográcsokban és a serpenyőkben ugyanis főttek, és sültek az ételek, egy kis harapnivalóval is kínálgatták az érkezőket, és már állt a bál a színpadon. Először a füredi Jóbarátok tánckara lépett a közönség elé több népszerű műsorszámmal, például az Ének az esőben kezdetű közismert esernyős musicallel. Déli 12 óráig a Margitai Borisszák nevű együttessel felváltva szórakoztatták a vendégeket. Az Újszentmargitáról érkezett kórus azért alakult, hogy a magyar nótát népszerűsítse, és már találkozhattunk velük az örvényi Tiszavirág ünnepen is.
A csoport szép öltözékben, jó kedvel és jó színvonalon adta elő a magyar nóta örökzöld darabjait. Sikerült a szomorkás időben vidám, lakodalmi hangulatot teremteniük. Érdemes volt egyébként az egész udvart körbejárni, megnézni, mi fő a bográcsokban, hogyan készül az óriási kolbász. A színpad mellett találkoztunk a Tiszató régió ifjúságért egyesület néhány tagjával, akik fából készült népi játékokat hoztak el a gyerekek kedvéért. Bemutatkozott a közönségnek Szilágyi Benyámin is, aki igen tehetséges, jó-jó játékos. 11 óra után megérkezett a rendezvény fővédnöke, dr. Fazeka Sándor, vidékfejlesztési miniszter, aki elfogadta a sokféle kínálást, és jó ízűen falatozott az ismerősök körében. Ekkor már sokan voltak az udvaron, egyrészt mert lassan elállt az eső, másrészt pedig elkészültek az ételek, és le lehetett ülni ebédelni az asztalok mellé. A délután ismét az előadóké volt, Nagy Sándor, majd Zámbó Krisztián mulattatta a Tisza végi nap vendégeit. Szép nagy tapsot az én táncosainknak! A jó barátoknak imádom őket! Hopp, 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 tiszta fülök, tessék, bonizni maradjak! Na figyelj! Egyik estelen fülök a bárban, és csak őre vártam minden pillanatban. Őt kerestem, egy ital a kezemben. Eljött hát a perc, végre megláttam rögtön, ha csak őt akartam. Hozzám bújba annyit szólt, hogy nem kell más feltölt.
Imádom, imádom. Ölelés ide, ide.